A gyülekezetben sokszor nem tudjuk, hogyan kezeljük a küszködő családtagjainkat vagy barátainkat. Ez azt jelenti, hogy még a templomunkban is egyedül érzik magukat. Mutassunk nekik szeretetet, és küldjük őket Isten szeretetének ölelésébe. Jolie, Michael Randolph és Benjamin Ellis, gyertek, igen ez az! Uraim, csatlakozzanak hozzám a színpadon! A bérkatona. Fort Bragg a légideszant és a különleges műveleti erők otthona. Vadászni mentem. Mindig a küldetés az első, a vereséget soha nem fogadom el, sosem adom fel, sebesült bajtársat nem hagyok magára. Imádkozunk, Uram, a kardforgatókért, hogy az igazság győzedelmeskedjen a rossz cselekedet felett. Ezek a férfiak, a védelmezőink. Uram, vigasztald meg a családjaikat, amíg bevetésen vannak. Ajándékozz különleges kegyelmet ezeknek a gyermekeknek. Isten áldjon és védelmezzen titeket. Isten áldja Amerikát. Ámen. Ámen. Bocs, nem akartalak felébreszteni. Semmi baj, már ébren voltam. Hogy ment a tréning? Van időnk egy éjszakai szexre? Azt hiszem, ébren van. Miért ma nincs suli?
Nincs, szombat van. Szombaton nem járnak suliba. 1953 óta nem. Nagyon szerettem 1953-at, jó volt. Akarsz köszönni apának? Szia. Szia, apa. Mi van nálad? Azt a mindenit. Ez te vagy a repülőben. Aha. És azok a felhők. Egész héten ezt rajzolta neked. Csodálatos lett. Köszi, hogy segítesz. Tedd csak le. Tartod? Na? Jack? Mögötted vagyok. Ne félj, menni fog. Én hiszek benned, és itt leszek végig, oké? Ha szükséged van bármire, itt leszek. Jól van. Készen állsz? Nem. De igen. Ne, ne engedj el. Nem hagylak ne. Itt, itt vagyok. Ne hagyj itt. Jack, ide néz. 3, 2, 1. Gyerünk, fiam, ússz ide! Nem! Menni fog! Ez az! Gyere, engem nézz! Lábtempó, ez az! És már úszol is, Jack! Úszol! Gyere! Jól csinálod! Tudsz úszni! Ez az! Ügyes voltál! Anya, sikerült! Igen, szép! Húztam, apa! Már tudok úszni! Nézd! Oda nézz! Megint! A mindenét. 2,5 centi, 7 hónap alatt. 2,5-7 hónap alatt. Nem őrület? Annyi elég. Még sok is, tökéletes. Tizenegy üzenet Mike Dentontól. Hello, jól vagy? Háló, Sheila vagyok a behajtóktól. Csak az esedékes törlesztő részlet miatt hívom. Üzenet törölve. Hello, James. Figyelj, ne haragudj, hogy elrontom a hétvégét. De a parancsnokság teszteli az egész csapatot. Jó lenne, ha bejönni. Sir Harper, szokott vezetőmester. Pihenj, őrmester. Ő az új parancsnokunk, Robert alezredes. Szétment a térde. Megint. Jól ment a rehab. Köszönöm, uram. A tüdeje miatt nem vethető be nagy magasságban. 4 bevetésen voltam 5 év alatt ezzel a tüdővel, uram. Pihenj, Harper őrmester. A vérében találtak stanozololt, nadrolont, fernilpropionátot és HGH-t. Ön egészségügyi őrmester. Gondolkodhatott volna. A csapattal akartam maradni, uram. Nem tudom, hogy az előző parancsnok mivel bátorította, de én nem fogadom el az ilyet. A főparancsnokság megvonná minden kitüntetésétől. Nem értek egyet a döntéseivel, de ezt mégsem teszem meg. Érdemei elismerése mellett távozik, de elveszíti a juttatását, vagyis a nyugdíjat és az egészségbiztosítását. Leléphet. James! Semmit sem kell mondanod. Tisztogatnak és megkönnyítetted a dolgokat. Vállalom, megértem. A te tapasztalatoddal lecsapnak rád a magáncégek, amit kitetted a lábad. Igen. Köszönöm.
szart vettem be a térdemre. Kimutatták a véremből. Ez a helyzet. Ennyi? És nem tesz semmit? Vagyis csak hoznak egy vadonatúj szartörvényt, és... Nem, ezt nem tesztel... most hozták. Nem, azt mondtad, hogy évek óta nem teszteltek senkit. Nem teszteltek senkit évek óta, szuper. De ez szabályos. Csak az új parancsnok meg akar felelni, vagy mit tudom én, tisztogatni akar. Ezt mondta a kapitány, hogy tisztogatnak. Mi ez? Ez a végrehajtók, de beszéltem velük, és... Azt mondták, hogy segítenek egy tervvel. Mennyi rajta a kamat? 18%. Nézd, van a civil szférában jó pénzes munka. Bérkatonaság? Aha. Miért ne? Nem, azt mondtad, hogy azt tudom, nem csinálod. Tudom, mit mondtam. Ne. Bruce Michaels vagyok a vezetővédelemtől. Gratulálok a több éves kiváló szolgálatához. Beszélhetnénk a lehetőségeiről. Mr. Harper, David vagyok a Víz- és Energiaügyi Minisztériumtól. Üzenet törölve. Mit csinálsz? Csak felteszek pár zsindejt, mielőtt beáll a rossz idő. Jack, hol van? Már rég alszik, kiütötte magát. Sokáig tartott, de... Milyen volt a suli? Le tudnál jönni? Ja, lemegyek egy perc, csak még fel kell tennem párat. Drágám, mondanom kell valamit. Egy perc és lent vagyok. Nem, most gyere. Egy pillanat és lent vagyok, Brian. Mason meghalt. Mi? Mason. Meghalt. Én most beszéltem Susannel. Hogy? Na, mit gondolsz? Mikor lesz a temetés? Holnap. Hívjuk fel anyádat, hogy vállalná-e Jacket. Én nem megyek el. Mert hogy ne mennénk el, Brian? Nem, nem akarok menni. Nem tudok elmenni még egyre. Csak megjavította. Jól vagyok. Csak... Mason is pontosan ezt mondta Susannek. Iszonyon félek. Én nem az apám vagyok. Iszonyúan utálta. A temetést vagy a halált? Azt, hogy kövér és ronda. Hogy nyomják be szerinted a hatalmas seggét a sírba? Tanga bugyiban. Köszönöm.
Hogy érted? Meghalt álmában. És a család kapja a teljes ellátmányt? A teljest. Hát az jó. Van kedved átjönni vacsorázni? Nincs. Még nem láttad az új házat. Gyere át vacsorára. Te morcos vagy, ő dagat volt. Bazd meg. Te bazd meg. Hát itt vagy. De jó látni. Köszönöm. Örülök, hogy itt vagy. Gyönyörű az új házatok. Szia, hogy megy a játék? Van kedved játszani velem? Volt olyan, hogy nem volt kedvem egy videójátékhoz. Nézzenek oda! Hello! White Sox. Igen. Klassz. Imádom a White Sox-ot. Igen, ezek szerint. Mi van? Szia, Kelly. Imádom a White Sox-ot. Szia, James bácsi. Tudd meg. Na, körbevezetsz, vagy adtok egy térképet? Figyelj! Igen, ezt figyeld! Erős a karod. Roger Clemens, személyesen. Köszönjük az ételt, és hogy visszahozta James bácsi épségben. Amen. Amen. Ki volt a jobb katona, te vagy apa? Hát, apád a felettesem volt, szóval... Vigyázz! Én voltam a felettese. Bár mindketten, te hogy mondanád? Mindig vigyáztunk egymásra. Úgy, mint a testvérek. Igen, úgy, mint a testvérek. Az igaz, hogy megmentetted apa életét? Nem. Egyszer kirángatott egy bárból. Igen, részeg volt. Az apád nem tudott magáról. Bocs, hogy bemártam neked ilyen korán. Nem. Bukta. Hát, Mikey imádja a baseballt. Sosem fog játszani. Legalább próbálkozik. A feladás nincs programozva a DNS. Ezt nem lehet legyőzni. A legjobb esetben gondozásra szorul élete végéig. Te hogy viseled? Jó. Igen, jó. Igen, jól vagyok, persze. Nem tűnik el két hónapra az, aki jól van. Mi van? Mit vársz a jövőtől? Lássam felnőni a gyerekeim. Lássam a mosolyukat. Hogy megállapodnak. Hogy megkapják azt, amit én nem. Össze kell szednem magam. Van segítség. Nem, elsikáljam a jövőmet. Nem, abból nem esznek. Magáncégek hívtak fel. Jó. Ja. Igen, tényleg, valamiből élni kell. A bank szorongat. És persze, vállald el. Én csináltam per cowboy bevetést. Tisztességes összeget kértem, letettem az előleget a házra. Jó pénz az. Legalább napi 5-600. Bónuszok, sok összejöhet. Nem szégyen keresni. Tudod, hogy mondta Darwin régen? Kiképeztek minket a legrosszabbra is. Használd ki. Mindannyian csak zsoldosok vagyunk. Kikkel dolgozol most a J-Szak ügynökséggel? Köztes. Nem fizet olyan jól, mint a magáncégek, de titkosszolgálati munka. Katonák, jó emberek, biztos meló. Mennyi? 350. Be tudnál vinni? Egy kurva hőst az elnök jattolt veled. Aj, menj már, sokakkal lejattol. Elvették az engedélyem a labor miatt. Ezen a szinten, ha jó vagy és működőképes, azt itt nem érdekli, hogy mit tolsz a testedbe. Megyek. Tényleg ezt akarod? Ezt akarom. Egy vasam sincs, Mike. Dolgoznom kell. Beküldöm a neved.
Jó, összehozok egy találkát. Jó. Kösz. Nincs mit. Srácok! Hello. James, egy régi barátom. Rusty, hol van? Tudod, hol van. Mi lenne, ha néha segítenél? Árvaháztól árvaházig a felnőtt korig. Cső, főnök! Kaphatok valami finomat? Mint egy édesség. Cherokee Purple. Megtisztelő találkozás. Köszönöm, uram. Hagyd az uramozást, Rustynak hívnak, Rusty Jennings. Kösz, Mike. Behoznád a csizmámat? Hey, Dave! Kérsz egy sört? Nem, kösz. Köszönöm. Mike a legjobb, akivel dolgoztam. Ő meg azt mondja, hogy te vagy a legjobb. Hát, ez azért tőle tanultam mindent, amit tudok. A hírnevünk az egyetlen, ami megmaradt ebben a játékban. Ismered a sztorimat? Tiéd, enyém, Mikey, Masoné, mind ugyanaz a szar sztori. Még az apád is. Apámnak semmi köze ehhez. Már elnézést. Már elnézést. Hogy ne lenne? Övék volt az eszünk, a testünk és a lelkünk. Megrágtak minket és kiköptek. Itt hagytak félelemben, dühösen, bizonytalanságban, kiábrándultan, elhagyva és elárulva és végül önutálattal, bűntudattal. Mintha mindent, ami velünk történt, magunk idéztünk volna elő. Pontosan tudom, hogy mit érzel, fiam. Átéltem. Mind átéltük. Ezért alapítottunk saját törzset. Tudom, hogy vannak lehetőségeid. Ha sok pénzt akarsz keresni, a legnagyobbak meg tudják adni. Triple Canopy, Aegis és a lelketlen disznó Eric Prince. De meg kell, hogy hallgass. Komolyan mondom. A melójuk bűze rád fog ragadni. Hogy mi? Miért? Te mit csinálsz? Talán mást ajánlasz. Vagy micsoda? Noná. Otthont ajánlok. Tisztességes munkát. Nem szolgálsz multit, babysittelsz milliárdost, semmi szar. Közvetlen elnöki jogkörrel működünk az 50-es cím alatt. Kizárólag nemzetbiztonsági ügyeket, szigorúan titkosakat. 50-es, azokat ismerem. Találkoztunk a tengeren túlon. Kávét importáltunk és exportáltunk. Apám, amit egyenruhában csináltál, az durva volt. A miénk sebészmeló. Szupergyors, könnyed, akkor durvul be, ha muszáj. Van valami Berlinben, ami nemzetbiztonsági kockázatot jelent. A csapatot Mike vezeti, szigorúan titkos, mivel a jelenlétünk nem engedélyezett. Milyen hosszú? 2 hét, max 3. Mit szólsz hozzá? Dolgoznál velünk? Igen. Persze. Nagyszerű.
Mike és Dalton átveszi veled a papírmunkát, közben Brian és Jack természetesen... És nekünk mi közünk van ehhez? Hát, mikor visszajössz, jó lenne, ha összeülnénk vacsorára, de most Dalton kiállít neked egy 50 000-es csekket, hogy ne izgulj értük, amíg velünk dolgozol. Köszönöm. Miért voltál kikapcsolva? Kaptam melót. Kaptál munkát? Miféle munkát kaptál? Milyen félét? Fejesekre vigyázok. Semmi veszélyes. Nem mondd ezt. És tudom, hogy hazudsz. Nem, dehogy. Nem hazudok. Kicsim, gondoskodnom kell a családomról. Ki hagyott Jack születésnapját? A járat 8 óra múlva indul. Tartott negyed óránál, hogy ide érj. 8 perc elég volt. Szálim Mosin. 42 éves. Egyetemi tanár, virológus. Humboldt Universität Berlin. Havonta tart néhány előadást, de a fő munkája a kutatás, amit egy magánlaboratóriumban végez 40 kilométerre a várostól. Veszélyességi szint? Bioterrorizmus, A kategória. A kocsi a parkolóban van, Fiat Tipo.
Salim! Szervusz, paplan, szervusz, vánkos. Ideje felkelni. A baseball kártyák itt maradnak. Salim Mohamed Moksin, 42 éves, szíriai származású, 185 centi, 85 kiló. Festi a szakállát, szív alakú anyajegy a bal füle mögött, kerek anyajegy a jobb csuklóján. Harvard orvosi. Szövetségi kutatási ösztöndíjat kapott a patogén influenza vírusok emberben történő tanulmányozására. H1N1 és madárinfluenza. Az ösztöndíjat nem hosszabbították meg. A családjával átköltözött Berlinbe, és folytatja a kutatást. Támogatója Faruk Oje, az Al-Dawa alapítója, ami kapcsolatban áll az Al-Qaidával és Szíriával. Ez egy alaprajz, a belső emberünk készítette. A labor biztonsági riasztója jelentéktelen, mivel az őrkunyhó a berlini rendőrséghez van bekapcsolva. Milyen ajtók ezek? Fogalmam sincs. Hogy fogunk bejutni? Biometrika, az őr hüvelykújja. Ha megtaláltuk, akit kell? Taktikai kihallgatást végzünk, hívjuk a vezetést, várjuk a további utasítást. Visszavonulunk az erdőn át. Találkozunk itt, és megyünk a repülőtérre. A repülő várni fog az Alfa reptéren. Mind tudjuk, hogy mire képes egy elszent radikális, szóval csináljuk meg, aztán menjünk haza a családunkhoz. Lóra fel. Készüljetek!
7 percünk van. Feláll! Was ist los? Forduljon meg! Még 6 perc. Ki kell kérdeznünk? Kinek van hozzáférése a laborhoz? Ja, csak nekem van hozzáférésem, ez magán. Megi Bolevski. Igen, ő a kutatási asszisztensem, neki is van. Ki ismeri még a munkája részleteit? Senki sem. Kik maguk, uram? A befektetője? Igen, tudja, hogy mind dolgozom, de ő nem tudós, csak egy befektető. Hol tartja a másolatot a munkájára? Van egy másik csapat egy saroknyira az otthonától. Működjön együtt. Bármit megtehetünk, engedélyt kaptunk rá. Hol tartja a biztonsági másolatokat? Itt minden, itt ezeken a gépeken nincsenek be is kimenő vonalak. Megvannak! Szület! Ha pénzt akarnak, azt el tudom intézni, az nem jelent problémát. Ordítsd a fal felé! Tényleg, el tudom. Bakker! Füles! Sierra meglátott valamit a szkenneren. Jönnek a rendőrök Berlinből. Várom az utasítást a rendsről. X-kód. Teljesen? Teljesen. Ipari baleset. 5 percünk maradt. Hozd a laptopot, vedd le a kötést és a csukját, mi itt sem jártunk. Intézd el. Uram, kérem, ez az egész egy teljes félreértés. Én csak egy tudós vagyok. Ez egy teljes félreértés. Uram, kutató vagyok. Tudós vagyok, kutató. Családomban, kérem! Kérem, ne! Ezt ne csinálja, ne! Ki küldte? Tudják egyáltalán, hogy kinek dolgoznak? Nem tudja, hogy mit csinál! Ne! Hallgasson meg! Ez a kutatásom milliók életét mentheti meg! Ne, kérem! Ha imádkozni akar, most még elkezdhet. Imádkozni? Nem hiszek Istenben, a tudományban hiszek. Hallgasson meg! Minden kutatási adatot egy biztonsági szépben tartok. Ha van lelki ismerete, vegye ki. A világnak szüksége lesz rá. Ne, kérem, ne! Ne bántsa a családom, kérem. Kérem, ne! Sierra 1, találkozó 2 perc. Vettem. Késésben vagyunk, gyerünk! Sierra 1, még 1 perc.
Zsaruk 9-nél. Megvan? Biztonságban. Megvan a laptop. A küldetés az első. Vért kell adnom neked. A pozitív vagy? A pozitív. Egy ügynek ezt végig kell csinálni. Ha nem kapsz vért, meg fogsz halni. Te megcsinálod. Basszulj meg, nem hagynak itt. A családom. Azt akarom, hogy Krisztin tőle tudja. Majd te elmondod, Mike. Majd te elmondod neki. Azt akarom, hogy te mondd el.
Haza fogunk jutni, megértetted? Információkkal szolgálni erről a kritikus helyzetről? Köszönöm a kérdést, Erika. Az amerikai hírszerzés felajánlott a teljes körű segítségét német barátainknak. Nem kell mindig megmentened. Most már kettővel jössz. Hogy a faszba tudtál kihozni? Mi a terved? Hazavisszük a laptopot, megkapjuk a pénzt, iszunk egy sört. Értettem. Nem bírom, te viszed el. Nem, együtt megyünk. Veszélyeztetem a küldetést. Nem tudjuk, mi van a zsákban. Te vidd el. Menj, utánad megyek. Hívom őket, visszajövök. Vissza a Four Seasons csatornába? Ne, el leszek. Éjszaka mozgok, csak 24 óra pihenés kell. Húzz innen a vérbe. Találkozó 48 múlva. 48. Hotel Salvina. Megszerzek mindent, ami kell. 48. Az elfogás nem opció. Nem opció. James!
fiam! Reisepass, bitte. Dankeschön. Ihr Freund hat schon eingecheckt und hat für das Zimmer bezahlt. Ja. So, Zimmer 210. Hm. Genießen Sie Ihren Aufenthalt. Dankeschön. Heute denken wir an die Familien der toten Polizisten, die bei einem mutmaßlichen Terroranschlag ihr Leben verloren haben. Unsere Gebete gelten. Hallo? Guten Tag, habe ich Nachrichten? Danke. Hol a francban vagy már? Beszél, mond. Eldobhatóról beszélek, nem biztonságos. Értettem, nem válogathatunk. Fizikai kondíció? Sérült, de nem kritikus. Wolf 2-es jelentkezett? Wolf 2-es nem jutott el Berlinbe. Úton van a szállodába egy kivonó csapat, ami elvisz a reptérre. Kérem a helyzetedet. Hé, maradj velem, és mondd a helyzetet! Ha elmondod, hogy mi történt Wolf 2-vel. Megtudsz mindent, ha kimentettünk. Jelenleg teljes a káosz, és nagy a kitettségünk. Ide hallgass, most arra koncentrálok, hogy hazahozzalak, vissza a rencsre, épségben, világos? Igen, persze. Akkor erősítsd meg a helyzeted! Alexanderplatz, sok a rendőr. Alexanderplatz, vettem, ott várj! Mennyi idő átküldeni őket az Elsenhídon? 15-20. El kéne indulnod a víz felé, egyenesen az Elsenhídhoz. Északnyugati sarok, 15-20 perc.
Persze, így nálunk. Észak-nyugati rész. Barna BMW X1-es. Megerősítést. Megerősítem. Vettem. Kettő nem jutott el Berlinbe. Hogy intézte el a kimentésemet? Nézd, megértelek. Most semmi sem érthető. De bíznod kell bennem. Segíteni próbálok. Úgy, ahogy Mike-nak? Te gerinctelen szar, megölted? Kinek dolgozunk? Ne gyerekeskedj! Szállj be a kurva kocsiba! Ha ennek vége, elmegyek érted. Szállj be a kurva kocsiba! Baszd meg! Amerikai vagy? Tengerészgyalogos? Tengerészgyalogos vagy? Itt csak felderítek. Mi volt a feladat? Kivonás. Aztán jött a szóbeli parancs. Felvétel után kiiktatás. Mikor? Hídon, mikor megláttalak. A társamat is elkaptátok? Há? Úgy tudom, hogy felvették. Sajnálom, azt mondták, hogy életet mentünk. Nem öljük a sajátjainkat.
gépet. Kérlek. Van egy menedékház. Használd ezt a kódot. Vidd a telefonom. Sosem mehetsz haza. A kiütőkód Tomahawk. Leállítja a csapatot. Egy időre legalábbis. Rusty azt ígérte, hogy gazdaggá tesz minket. Posta! Igen? Csss. Ki maga és mit akar? Mit akar? Nem akarom bántani a családját, de ha nem válaszol a kérdéseimre, fogom. A férje biztonságba helyezte a munkáját. Tudnom kell, hogy hol. Szilvi, nézzen rám. Nézzen rám. Janisért. Olivierért. Mondja meg. Swiss Credit Bank. Swiss Credit Bank. Értékmegőrző. Értékmegőrző. Ne bántsam. Lélegezzen, nem lesz semmi baj. Szóljon, hogy készülődjön. Mondja, hogy az apja barátja vagyok, és ebédelni megyünk. Yanis, mon chéri, prépare-toi, on va aller déjeuner. Avec un ami de ton père. Menjünk. Ő is velem jön. Itt leszünk, amikor visszajön. Csmetolj szí.
A barátja voltál? Igen. Szomorú vagy? Igen. Én is. Párizsban. Hol született az első gyerekük? Az én vagyok. Hallgass! Két fiút kell felnevelnem. Minden értékünk a kezében van. Válaszoljon a kérdésre. Janis Bostonban született. Hogy hívták volna a harmadik gyereküket? Jordan. Most álljon meg. Mennyit fizettek magának, ha? Remélem megérte. Segítség. Vettem. Helyszín? Berlin. Állapot? Mobil. 03 óra. GPS 14-98-51-150. Eltévedt! Rengedni a fegyverét! Maga hívott. Ez a belépő ára. Nem kell küzdenie. Hol van a zsákom? Na? Jók vagyunk. Semmi baj.
Biztonságban van. Kitisztítottam a térd, egy csúnyán elfertőződött, elszakadt az előső kereszt szalagja, nem tudom, hogy járt rajta, de járt. A tengerész gyalogos, aki beszélt magáról. Ismeri? Nem. Megölte? Nem, de segítünk végrehajtani a feladataikat. Öld meg az ellenséged, aztán öljétek meg egymást. A nemzetbiztonság csak egy kő, ami alá elrejtik a szarjukat. Vissza kell mennem. Hova? Haza. Az nincs. Az otthon csak egy emlék. Maga majdnem meghalt. Pihennie kell. Jól vagyok. Jól vagyok. Jól van. Jól van. Janis, ha nem tudtam elmondani személyesen, szeretlek. Tudom, hogy hiányoltál az elmúlt néhány évben. Tudnod kell, hogy miért. Már rég eldöntöttem, hogy a gyerekeim nem élhetnek félelemben. És ezért áldoztam az életem a tudománynak. Sajnos vannak hatalmasok, akiket nem érdekel a tudomány, sőt, aláássák a saját hasznuk érdekében. Janis, a kezedben van életem munkája. A H5N1 vírus vakcinája, aminek 16%-a a halálozási rátája. Ez ültetett ebbe a székbe, ahelyett, hogy most a szemedbe néznék. De tudnod kell, hogy az apád kiállt valamiért, feltalált valamit, ami a segítségeddel az emberiséget szolgálja a megölésem után. Nagyon fontos, hogy a vakcinát ingyen kaphassa meg mindenki, ha megtörténik az elképzelhetetlen. Urunk, köszönjük az ételt. És hogy biztonságban ide vezetted a vendégem. Bocsáss meg bűneinket, és ments meg minket a pokoltól. Lelkünk kerüljön a mennyországba, azoké, akiknek szüksége van irgalmadra. Ámen. Ámen. A tetkója. OD 3224. Az a Lándzsa hegye. Na, olyan, sok volt a dolgunk. Irak vagy Afganisztán? Is. Járt vala a Hindukuszban? Olyan magas hegyek, hogy rajtuk nyugszik a menny. A völgyek zöldek, mint az édenkert. Azt hittem, Kolorádóban vagyok, amikor megláttam. Tizenkét napos akció volt. Kerestük egy helyi emberünk fiát. Elindult vadászni, de nem találtuk szegény párát. Rátörtük az ajtót egy félreeső kunyhóra, és benyomultunk. Kipucoltunk mindent, és ott volt a gyerek a falhoz láncolva. Kísérte a szemét. A másik szoba meg, tele lányokkal, kifeszítve, kiterítve. Mindennek a közepén ott volt egy kutya. Egy apró semmiség. Rühes. Nagyon boldog volt, megörült nekünk, és csaholt, csapzottan. Az egész szarból. A kutyára emlékszem a legjobban. Mert az a kutya túlélte az egészet egy karcolás nélkül. Ölni egyszerű. De túlélni nehezebb. Mióta van ide át? 13 éve. Van családja? Van, feleségem.
Két gyönyörű lányom. Szép házam. Sose kereste őket? Ha keresném, baj lenne. Ismerjük a szörnyet. Néha csak jön, és itt marad. Milyen a sztéka? Ettem már jobbat. Igen, én is. Amerikai? Igen. Jó utat, uram. Azt akarom, hogy Krisztin tőled tudja meg. Majd te elmondod, Mike. Majd te elmondod.
Mit kerestél a házamnál? Válaszolj! Le akarsz lőni? Csak tessék! Elmentem hozzád, hogy elmondjam Krisztinnek, ahogy kérted. Rusty, tudtad, hogy rám küldött egy bandát? Azt mondta, hogy nem élted túl. Miért hazudtál nekem? Mégis miről? Baszd meg! Rendes otthon, egy törzs, tisztességes munka! Adatlopás volt, nem így kellett volna történnie. De így történt, és miért? Hatalmas fizetségért! Mi nem adatot loptunk! Gyógyszert egy vírusra, amit ránk akarnak szabadítani, hogy sok milliárd ember szenvedjen miattuk. Tudtál róla? Hogy tudsz szembenézni magaddal? Családom van, és egy ápolásra szól. És az én családom? Az én fiam? Az ő szükségük? Gondoskodtunk mindenről. Hatalmas összeget kapott Brian, és a fiad 4 milliót. Meg lesz mindenük. Kivéve én! Én! Nem mehetsz haza! Ha megtudja, hogy itt vagy, ellened fog fordulni mindennel, amilyen van! Mike, azok után, amit csináltunk, amiket átmentünk, a filmre adtam érted! Ezt kapom érte! Saját képére nevelt, tudod, egy rohadt különleges harci képé. És amikor felmentették és kidobták, többé nem jött haza. Eltűnt, se üzenet, se holtest, semmi. Végül minden szart. Eltemettem, amit valaha adott a hátsó kertbe. Ott álltam a sok szarral telerakott szánalmas kis sír fölött, és megesküdtem, hogy sohasem leszek olyan, mint ő. Sosem adjam el a családomat. Érted, amit mondok? Ha Rusty megtudja, hogy itt vagy, levadászol a családod. Ennek csak egy vége lehet. Van még söröd? Ő hol van? Bent a konyhában.
akartam, hogy csizmában halljak meg. Jack!